Nézőpont. Az InfoTV magazin műsora. Jó napot kívánok, kedves nézőink! A Nézőpont eheti adásának vendégei Horgosról érkeztek. Mégpedig abból az apropóból kifolyólag, hogy Horgos március 11-én ünnepli a falu napját. A falu napjával párhuzamosan ez az 1848-as, 49-es március 15-i eseményekről is megemlékeznek, és ebben az évben a Művelődési Ház ünnepélyes átadójára is sor kerül ugyanezen a napon. Sok szeretettel köszöntöm a helyi közösség elnökét, Tóth Zoltánt, és a Művelődési Ház koordinátorát, Sós Nórát. Mivel a két apropó összefonódik, falunapról és Művelődési Ház átadóról beszélgetünk, ezért úgy gondoltam, hogy remek alkalom, hogy a most következő fél órában egy kicsit visszatekintünk, ahogy azt a falunapok apropóján szoktuk, mi minden történt a település életében, milyen tervekkel indultak neki a 2022-es évnek, és egy kicsit beszélgessünk ugyanezekről a témákról a Művelődési Ház szemszögéből. Kedves Zoltán, még nem találkoztunk ebben a stúdióban, én nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívást, és ahogy mondtam, kezdjük azzal, hogy Horgos életében milyen meghatározó nagy történések voltak az elmúlt időszakban. Az ilyen beszélgetések általában az infrastruktúrális beruházásokkal szoktak kezdődni, úgyhogy én se tehetek mást, mint hogy ezekre kérdezek rá. Utak aszfaltozása, utcahálózat, szennyvízhálózat, mi minden jelentős beruházás történt, amire most büszkén tekint vissza a helyi közösség elnöke. Először is meg szeretném köszönni a meghívást, és üdvözlöm a kedves nézőket is. A 2021-es év egy mozgalmas évnek számít a Horgos település életében. A Magyar Kanizsai Önkormányzat, valamint a Kommunálat Közvállalat segítségével elég sok mindent végre tudtunk vinni a terveinkből. Ezek között megemlíteném, hogy 7 utcába sikerült az útburkolat följavítása martaszfalttal, így a közlekedés az biztonságosabb és jobbá vált azokban az utcákban, amik már valójában felújításra szorultak. Ezek az utcák periférikus utcák, hogyha martaszfalttal lettek borítva, ugye? Hát különböző, ez van a központban is, tehát azok, amelyik nem aszfaltozott utcák, azokat próbáltuk följavítani. És ez egyébként hatékony megoldásnak minősül? Igen. A martaszfaltos borítás, igen. Értem? Tehát azt néztük, hogy azokat az utcákat próbáljuk följavítani, amelyik, ahol már bent van, vagy közműcsere megtörtént, hogy ne legyen utána, hogyha kijavítjuk az utcákat, akkor utána átvágják, vagy vízértékcsere, vagy szennyvízhálózat építése történjen. Az utcák javítása, mikor megtörtént, utána az körülbelül 2,5 kilométer hosszan történt meg. Utána még a mezőgazdasági utak javításán is próbáltunk egy kicsit foglalkozni. Így egy részen a mezőgazdasági termelőknek is könnyebb lett a közlekedés, mivel mezőgazdasági utak is lettek javítva. Ami nagyon lényeges a település részére, hogy a kommunális közvállalat egy embert biztosított a településnek a karban, rendben a szűk központjának a karbantartására. Zöld felületekre. Zöld felület, igen. És ő rendszeresen szedi a szemetet a menekültek után, gondozza a virágágyásokat, vágja a füvet. Most ő hozzá csatlakozott, tavalyi évben csatlakozott még 4 közmunkás, valamint 6 személyt tudtunk alkalmazni, olyan személyeket, akik bíróságilag elítélték őket, és nem tudták kifizetni a bírságot. Ők horgosiak? Horgosiak, igen. És akkor azt a bírságot átváltották munkára, és ők dolgoztak nálunk. A közmunkások 5 hónapot, amit meg büntetést mértékétől függően ledolgozták a büntetéseket. Amennyiben nagyobb terjedelmi munkára volt szükség, így a kommunális közvállalat biztosított ideiglenesen több embert a munkák elvégzésére. Ez évszakhoz kötött, vagy pont a migránsok okozta? Évszakhoz kötött, tehát a fűnyírásnál, vagy bárminél a szemetet. Amikor belobban a természet. Igen. Ezt is szépen meg tudtuk oldani, rendben is van a település központja, a lakosok is elégedettek vele. Tehát azt mondjuk, hogy az rész megoldódott.
Épp erre akartam rákérdezni, a lakossági elégedettségre. Akik nem horgosiak, azok nem biztos, hogy tudják, hogy Horgos mennyire fedett aszfaltos utcákkal. Vannak-e olyan utcák még Horgoson, ahol nagyon nagy problémát okoz a rendezetlen útfelület? A Horgosnak hát elég sok olyan utcája van, ami nem aszfaltozott. Uh-huh. Szerintem körülbelül olyan 40%-a aszfaltozott csak a Horgos utcájainak. És előfordul, hogy vannak olyan utcák, ahol megnehezíti egy esőzés a közlekedést az ott lakóknak? Igen. Tehát sokszor előfordul, de az utóbbi időben az eltelt elmúlt 10 év az önkormányzat, valamint a tiszamenti vízművekkel, folyamatosan a tiszamenti vízművek karbatartják az esővízzel vezető árkokat, próbáljuk kijavítani a hibákat, hogy a hirtelen lezúduló csapadék ne okozzon gondot a lakosságnak. Hogyha már horgosi vízművek, akkor szennyvízhálózat. Én emlékszem egy tavalyi hírre 2021-ből, hogy 12 millió dinár értékben egy 800 méteres szakaszon sikerült új szennyvízvezetéket lehelyezni, ez három utcát érintett, nagy az összeg. Messziről nézve rövid a szakasz, de hát ezek a beruházások hatalmas pénzeket emésztenek föl. Hogy áll a település szennyvízelvezetés kérdésében? Sokan vannak-e még, akik nincsenek rácsatlakozva, és ez például hogy halad? A tavalyi évben, tehát a 2021-es évben a tiszamenti vízművek pályázat útján nyertek eszközöket a szennyvízhálózat bővítésére, így három utcában ugye sikerült a szennyvízhálózat bővítése. A település, hát a településnek körülbelül egy 50%-a van lefedve a szennyvízelvezetéssel. Igény volna rá, szükség volna rá, a tervek között szerepel az elkövetkező időszakban is a szennyvízhálózat bővítése, de ez mind pályázat függő, mert óriási összegekről van szó. Így. És akkor egy kicsit az infrastruktúrális részeket lazítsuk a másik témával, a művelődéssel. A művelődési ház átadójára, ünnepélyes átadójára készültök. Azért tisztázzuk le, a művelődési ház évek óta működik. Azt is mondhatjuk, hogy teljes kapacitással működik. Programkoordinátort kapott a személyedben, ha jól emlékszem, 2020-ban. Úgyhogy most már egy bő másfél év, lassan kettő van a hátad mögött. Miért most lesz ez az ünnepség? Úgy gondolom, hogy Horgos eddig is elég gazdag kulturális élettel rendelkezett, és nem volt ez másként az elmúlt időszakban sem. És valóban fontosnak tartjuk azt, hogy mindenkinek otthont adjunk a művelődési házban. És ahogy említetted, valóban már régóta használjuk ezt az épületet, viszont a hivatalos átadójára még nem került sor. Itt több oka is volt nyilván ennek az átadó halasztásának, viszont úgy gondoltuk, hogy a 251 éves Horgos település napjára igazán célszerű és ünnepélyes lenne, hogyha valóban a művelődési ház most már igazából gazdát kapna, és a jelképes átadója is megtörténne. Szeretném, ha elmondanád és világosítanéd a nézők számára is, hogy milyen intézmény keretében működik a művelődési ház, kinek a fennhatósága alá tartozik, és hogyha azt mondod, hogy gazdája lenne most már, akkor ki lesz a gazdája? Így igaz, hivatalosan is átkerült a művelődési házak NESA oktatási és művelődési intézményhez, így igazából mint egy horgosi intézményként szolgáló művelődési ház, akinek a gazdája, anya gazdája, ugye a KNESA lett ilyen keretein belül, mely nyilván az önkormányzat fennhatósága alatt állt, az önkormányzata az alapítója ennek az intézménynek is. Szeretném most akkor megragadni az alkalmat, hogy a falunapot egy kicsit, a falunapi ünnepét egy kicsit hirdessük, kérlek, ismertesd a programját. A falunapi ünnepét összekapcsoltuk az 1848-1849-es szabadságharc és forradalom apropóján megemlékezésre is, és igazából ezeket a megemlékezéseket minden évben két helyszínen valósítsuk meg, hiszen a Kossuth táblánál, a köztéri Kossuth táblánál emlékezünk, ahol a Bartók Béla Magyar Művelődési Egyesület énekel, és egy helytörténeti visszaemlékezést szoktunk meghallgatni, valamint a Kárász Karolina általános iskola diákjai is kapcsolódnak ehhez a megemlékezéshez. Továbbá pedig, hiszen
Horgos településnek az újratelepítését, hogy a Kárás családnak köszönhetjük, így a Kárás család sülboltjánál, a római katolikus templom kertjében is megemlékezünk. Itt általában a család szokott visszaemlékezni és bemutatni az ő családfáját, és az ő szempontjukból bemutatni a történteket. Itt is szintén egy rövid megemlékezéssel, koszorúzással készülünk, valamint pedig 16 órától a Művelődési Ház színház termében, amit említett Bartók Béla Magyar Művelődési Egyesület egy alkalmi műsorral készül, ami általában a program, igazából az eseménynek a színvonala szokott lenni. És azért ne rejtsük véka alá azokat a támogatókat sem, vagy azt a legfőbb támogatót, akinek köszönhetően a Művelődési Ház jó pár évvel ezelőtt ugye meg elnyerte a mai formáját, kibővült, megújult, felszerelést kapott, olyan irigylésre méltó felszerelést, ami kevés községi művelődési házunkban van, szóval mindenképpen tartozunk, gondolom, köszönettel a támogatónak. Így igaz, Magyarország kormánya támogatta a Művelődési Ház berendezésének, illetve felszerelésének eszközeit, és sokan tettek valóban azért, hogy a Művelődési Ház a mai formáját elnyerje, és az eszközökkel bővüljön. Valóban egy jól kigondolt, jól átgondolt épületről van szó, mely valóban mindenkinek otthon tud biztosítani, tehát kezdve a táncosoktól, énekesektől át, az alapfokú zeneiskolának a termei szépen fel vannak szerelve. A József Attila Könyvtár Horgosi Fiúk Könyvtára fantasztikus könyvekkel és polcokkal és berendezéssel bővülve vár igazából mindenkit. Helyi közösségi elnökként egyrészt gondolom megnyugtató, hogy jó kezekben van egy művelődési ház a településen, és nem sok fejfájást okoz kitalálni a programokat, hiszen van, aki ezt megteszi. Másrészt gondolom büszkeséggel is jár. Ha már a támogatókat, a külföldi beruházási lehetőségeket említette Nóri, ahogy a művelődési ház ezeket az összegeket kapta, akkor szeretnék a kerékpárútra visszacsatlakozni, hiszen ott is Európai Uniós pénzek kerültek befektetésre az utolsó szakasznál. Hogy áll a kerékpárút, elégedettek-e a horgosiak, használják-e? Igen, a kerékpárút ennek a kiépítése befejeződött. A Horgos központjától a falu település szélig Magyar Kanizsa irányába. Egyedül még a fásítás maradt, mivel a kerékpárút nyomvonalán történtek fakivágások, útban voltak a fák, azt a fásítást még nem végeztük el. De ezt rosszul viselték az ott lakók? Hát volt, aki panasszal ért, de megnyugtattuk őket, hogy mindent próbálunk elintézni, és az önkormányzat támogatásával a fásítás, tehát az zöld felület rendezése, ez meg fog történni. Nem is olyan soká, már szervezésben van. Remek. Folytatása is lesz a kerékpárútnak? Hát tervek között szerepel. Legelőször is ugye nem lehet pályázni sehova, semmilyen pénzeszközökre, addig még a terv dokumentáció nincs meg. A terv dokumentáció kiépítése, tervezése, ez folyamatban van. Uh-huh. És az is hatalmas összegeket igényel egyébként. Tehát a Horgos központjától a Horgos 2-2 közúti határátkelőhelyig a terv szerint abba az irányba szeretnénk a kerékpárutat folytatni. Sok biciklist lehet látni a kerékpárúton? Igen. Használják. Tehát közlekedés szempontjából a horgosiak részéről ez nagyon jót tette a fő útvonalról, a kerékpárosok tehát a kerékpárosok már magán a fő útvonalon nem közlekednek, a kerékpárutat használja mindenki, tehát a baleset mentesen tudnak közlekedni. Remek. Van még egy olyan kérdéskör, ami Horgos kapcsán gyakran felmerül. Évek óta hallgatjuk, szerintem már 10 évben is mérhető, hogy Horgoson ipari park lesz. Hát nem lett. Évek óta üresen áll a telek, bár beruházások történtek, infrastruktúrális rendezés és tereprendezés történt, de túl nagy változásokat nem látunk. Horgos hogy értékeli az ipari zóna vagy ipari park tényét? Az ipari park területe az egy több hektáros terület, az önkormányzat hatáskörébe tartozik, ugye az infrastruktúra ki lett építve, az ipari park közepén meg lett építve, ami átszeli pont középen az utat, aszfaltozott utat kapott. Ami
A legnagyobb problémát okozta, hogy egyik legalacsonyabb pontja Horgosnak, és akkor gondot okozott a belvíz, talajvíz állandóan. Így a befektetők is vonakodva álltak hozzá, mert ugye nagy összegeket kellett volna belefektetni abba, hogy azt rendeltetésszerűen tudják használni. Na most az állami beruházás alatt lévő vasútépítésnél, a Belgrád-Budapest vasútnál az a vállalkozó, aki az építést végzi, megkeresett bennünket, és akkor szeretett volna egy területet, ahol tudja a fönnmaradt földet el tudná helyezni. Uh-huh. És akkor így a választás az ipari parkra esett. Mi se gondoltuk volna, hogy ennyi föld meg fog maradni a felújítás alatt. Így az ipari partnak majdnem a teljes részét sikerült feltölteni. Hát ez egy nagyszerű szimbiózis volt. Igen. Az egyik oldalon megszabadultak a fölösleges földtől, ennek a területnek meg épp szüksége volt. Közel egy méter magas töltést kapott az ipari park, uh-huh. Így még elvégezték a tereprendezést is, uh-huh. Tehát nem csak, hogy lehorták, hanem el is simították, uh-huh. Tehát szépen meg van csinálva, most még használják nyersanyag depónak, tehát az úzott követ ott tárolják, a sínek alá, ami fog menni, de hogyha azt eltakarítják, ha befejeződik tavaszra, ugye, vagy nyárára a vasút építése, akkor a terület az felszabadul, és akkor a befektetőket várják, az érdeklődőket. Voltak már egyébként az elmúlt években érdeklődők, akik jöttek, kopogtattak, és mondták, hogy ők szeretnének, csak valami miatt, nem vagyok kíváncsi az okokra, ahogy mi miatt nem jött össze, csak hogy voltak-e érdeklődők? Voltak érdeklődők, teherautóparkoló, a terminál kiépítésre, napelempark, ilyen esetőségekre akarták használni, de mivel a terület, ott maga a terep nem felelt még, uh-huh. Pont ez az esővíz, belvíz megmaradása miatt így mindenki visszalépett. De hát így most a remény fölcsillant. Igen, reméljük. És jó, hogy szóba került a vasút felújítás. Ez mindenképpen egy olyan téma, ami valahol egy erős körforgásba, egy erős közlekedési útvonalba bevonja még szervesebben Horgost. Gondolom, Horgos lakosai is úgy ítélik meg, hogy ez egy nagyon pozitív történet. A Horgos lakosai is úgy ítélik meg, hogy pozitív dolog történt ezzel a vasút felújítással. Egy az, hogy maga a településen is meglátszik, tehát a vasútállomás teljes mértékben felújítva lesz, tehát most már a tetőszerkezet le van cserélve, a külső vakolat kész, a nyílászáró csele van folyamatban, valamint a belső munkálatok. Uh-huh. Tehát maga az épület teljes mértékben fel lesz újítva. A vasút... Megtartja egyébként eredeti formáját? Eredeti formájában. Ez azért fontos. Igen. Ami változás történik, az a peronok, a várakozó helynek az a kiépítése, most nagy ütemben ott folynak a munkálatok, az fog megtörténni, hogy biztonságosan tudjanak ugye közlekedni az utasok majd. Sokan ingáznak? Sokan. És lesznek, akik majd a vasúti közlekedést választják? Hát reméljük. Uh-huh. Ez függ majd a menetrendtől is, de az ígéretek szerint 6 pár vonat fog indulni. Bizony, a hírek így szólnak, amik egy igazán impozáns számot jelentenek. Ahhoz képest, hogy ugye éveken keresztül nemhogy 6, nem egy sem ment. Igen. És akkor? A művelődési ház életében, amióta, tehát a koronavírus évében kerültél oda a művelődési házba, koordinátorként nem volt könnyű dolgod. Az első feladataidnál azzal szembesültél, hogy nem lehet, hányan lehet, milyen megszorításokkal lehet. Mégis sikerült, és ez messzebbről is látszik, sikerült új életet vinni, és olyan pezsgést vinni Horgos művelődési életébe, aminek jó alapja volt, hiszen erős művelődési egyesület működött ott mindig, de azért ennyi programot nem láttunk. Abszolút minden tőled ered, a kezdeményezés, vagy csapat dolgozik rajta, és ha így visszatekintesz, akkor mit tartasz a legnagyobb sikernek az elmúlt időszakban?
2020 novemberében kezdtem ugye a munkát a művelődési házban. Ez valóban egy online kezdeményezés volt elsősorban a programok tekintetében, hiszen nagyon sok mindent nem lehetett még akkor kivitelezni, és nagyon sok mindent nem lehetett nagy közönséggel megosztani sem. Így az első 2-3 hónap, tehát nyilván az online térben is kisebb embertömegeket mozgatott csak meg. Majd folyamatosan kerestek fel engemet is emberek, hiszen látták, hogy a művelődési ház program koordinátoraként dolgozom, és szerettek volna ők is szemléket, akár versenyeket, bemutatókat tartani Horgoson. Így azt hiszem, hogy kapcsolatépítés szempontjából ez egy meghatározó időszak volt. És hogy nem elég az intézmény, nem elég, ha falak vannak, ha tető van fölötte, hanem kell valaki, akihez fordulhatnak. Igen, így igaz, és ez fontos, hiszen napi 8 órában megtalálnak a művelődési házban, tehát hogy valóban ott vagyok, és azért vagyok, hogy a programokat minél inkább szélesítsem és gazdagítsam. És a következő időszak pedig folyamatosan lépés adott arra, hogy akkor igenis egy nagyobb esemény és nagyobb tömegeket mozgassunk meg. Így aztán folyamatos az együttműködés ugye az iskolával, az óvodával, ahova gyerekeket tudunk elhívni egy-egy előadásra, egy-egy bemutatóra, képkiállításoknak adtunk otthont, fotókiállításoknak, színházi előadásoknak. Tehát azt hiszem, hogy igazából mindenki megtalálhatja magát a művelődési házban, hiszen kicsiket, nagyokat próbálunk megszólítani, akár egy-egy nyári foglalkozással, kézműves foglalkozással, karácsonyi kavalkáddal, ami egy igazán intenzív időszak volt Horgos életében, és nagyon sok családot tudtunk ezáltal összehozni, összekovácsolni egy-egy mesés színházi előadással, vagy egy kézműves karácsonyi asztaldísz elkészítésével. Ezek mind azt hiszem, hogy fontosak a közösségünk építése szempontjából, és egy kicsikét ilyen családias légkört is tudtunk itt létrehozni. Nagyon diplomatikus vagy, felsorolsz mindent. Én még mindig arra vagyok kíváncsi, hogyha egyet ki kellene emelned, mit érzel a legnagyobb sikernek az elmúlt időszakban? A legnagyobb sikert igazából a születinapoknak könyvelném el, hiszen az volt, ahol egy 1500 fős tömeget tudtunk azt hiszem megmozgatni. És most azért nem nagyon látott ekkora rendezvényt az elmúlt időszakban, ezt meg kell mondanunk. Igen. Sok minden összejátszhatott ennek kapcsán, de kétségtelen, hogy sikertörténet volt. Igen, tehát ki voltak igazából éhezve az emberek a születinapokra, hiszen előtte sem tudtuk megtartani, és most viszont mindenki nagyon szórakozni szeretett volna, és tényleg valóban sokak látogattak el, és igazán intenzív program is volt, hiszen 3 napos eseményről van szó, mely ugye kiemelt eseményként szerepel Magyar Kanizsa önkormányzatában, és valóban nagyon jó volt, nagyon nehéz volt, nagyon fárasztó volt, de azt hiszem, hogy megérte, hiszen mindenki elégedett volt. Valamint, ahogy említettem, a karácsonyi kavalkádot, az is egy intenzív időszak volt, 4-5 hétvégét orált fel, amikor is tényleg folyamatosan hétről hétre eseménye sorozata volt. Ezt szintén sikertörténetnek könyvelném el. Valamint most a falunap, ami nem is olyan régen, illetve a falu farsang, ami nem is olyan régen valósult meg, amikor is szintén tudta csatlakozni hozzánk gyerekek, családok, és úgy, mint régen a művelődési ház adhatott otthon szintén ennek a falu farsangnak. A szavaidból az derül ki számomra, hogy a horgosi közösség egy aktív, nyitott közösség, amelyeket be lehet vonni a művelődési és egyéb programokba. Valóban így van, vagy csak így messziről tűnik így? Ez részben így van, tehát nagyon nyitottnak kell lenni az embereknek ahhoz, hogy egy-egy program megfogja őket, és nagyon sokat kell dolgozni azért, hogy olyan programot valósítsunk meg, amivel valóban be tudjuk vonzani ezeket az embereket. Hiszen gondolom, hogy most a járványügyi intézkedések is sokaknak hozzájárultak ahhoz, hogy inkább otthon a 4 fal között maradjanak, és sokan meg is szokták úgymond ezt a helyzetet. Tehát valóban nehéz volt ezt újjá perzsdíteni és fölperzsdíteni, hogy igen, most már vannak lehetőségek, tudjuk használni az épületet, igen, vannak programok is, csak el kell most már jönni igazából rá. De hogy ezen dolgozunk folyamatosan. A disznótoros fesztivál? A disznótoros fesztivál, igen, az nem is olyan régen volt, a múlt hétvégén tartottuk, és hihetetlen volt, hiszen rengetegen voltak, mi nem is gondoltuk, hogy első ízben egy ekkora nagyszabású eseményt tudunk megvalósítani, igazából nem volt elég reggelink, ezt be kell vallani, hiszen akkora volt az érdeklődés, és nem is számítottunk ekkora érdeklődésre. Nagyon sok visszajelzést kaptunk. Ezek a pozitív hibák. Igen, ezek a pozitív hibák. Nagy tapasztalat volt mindannyiunk számára, tehát amiből tanulni fogunk nyilván az elkövetkező időszakban, de hatalmas dolog volt, hogy ennyi embert érdekelt igazából a munkát, meg az első kezdeményezés. Nagyon örülünk neki valóban. Horgosi helyi közösségnek mekkora részt kell vállalnia az ilyen művelődési ház által kezdeményezett programokban? Van dolguk? Hát a horgosi helyi közösségnek most nagyon megkönnyebbült a munkája,
a szervezéssel kapcsolatban ugye mi csak a háttérből segítkezünk, szállítás, a tereprendezés, vagy utána a takarításnál, tehát ezt tudjuk megoldani. Ez a férfias kemény oldal, igen, ott pedig igen, a nők. De igazából nyilván a helyi közösség tanácsa is részt vett ezekben a programokban, hiszen van nekünk egy művelődési bizottsági csoportunk is úgymond, melynek igazából a helyi közösség tanácsának tagjai képezik ezt a bázist, és akikkel két havonta összeülünk, beszélünk, és akkor a programokat igazából. Nyilván én már csak eléjük tárom, és akkor az észrevételeiket tudják esetleg mondani, hogy akkor ők mit tapasztaltak az elmúlt években, és mennyire kivitelezhető esetleg az itt nálunk Horgoson, mit láttak ők, máshol esetleg vannak-e valami észrevételeik. Tehát ilyen szempontból szerintem összedolgozunk, és ez nélkülözhetetlen ahhoz, hogy valóban jól működjenek a dolgok. Tehát a helyi közösség titkárnőjével, a József Attila könyvtár, Horgosi fiúk könyvtárának könyvtárosával, mi hároman vagyunk szerintem azok, akik így ezeket az eseményekben úgy ötletelünk, és akkor a végén pedig megszületik a valós program. Az egyetértés. Így igaz, igen. Van-e egyetértés a falu vezetőségének soraiban, illetve a lakosok soraiban a kapcsán, hogy Horgosnak milyen sportfejlesztésekre lenne szüksége? Nagyon sok szó esik a horgosi labdarúgó pályáról, klubról és az ottani tervekről, de asztali tenisz is van Horgoson, lehet, hogy szükség lenne másra. Milyen tervek vannak? A tervek azok mindig vannak. Ami pozitív irányba mozdult el, sok év után a futballklub aláírt egy együttműködő szerződést a Topolyi TSC-vel, így reméljük, hogy majd belekerült a vérkeringésbe, és úgy, mint a hasonló szintű vajdasági sportklubok, így fog fejlesztés érkezni Horgosra is. Ami a lakosság irányába szeretnénk mozdulni, a Horgos központjától nem olyan messze van az az úgynevezett Bara területe, amit építési törmelékkel lett feltöltve, és rá lett hordva egy réteg termőföld. Oda szeretnénk kialakítani egy úgynevezett, hát mi úgy neveztük, hogy szabadidőpark, ahol korlátlanul tudják használni úgy az idősebbek, mind a fiatalok. Az a szabadidőparkban már ugye megkezdtük, egy picit fásítottunk, tereprendezés megtörtént. Tervek között szerepel az idei évben, hogy próbálunk kialakítani egy kis homokfocis területet a fiataloknak, egy kis BMX pályát, meg egy kis sétáló területet az idősebbek részére. És ezt szeretnénk folytatni, hogy ezt tudom. A tiszamenti vízművek nagyon sokat segítettek a tereprendezésbe, a lakossági összefogással fásítottunk, így picit próbáljuk mozgatni a dolgokat, reméljük, hogy sikerül. A Magyar Kanizsai Önkormányzat vezetősége maximálisan mögöttünk áll, így reméljük, hogy folyamatosan tudjuk fejleszteni a sportéletet is Horgoson. Kosárlabdapálya? Tervben van? Tervben van egy kosárlabdapálya is, oda egy kosaras egyelőre, mert ott is, itt is az anyagiak, tehát az aszfaltozási része az nagyon drágába kerül. Igen, ezek hihetetlen, igen, összegek, tehát kívülről könnyű azt mondani, hogy hát miért nem épül itt egy kosárlabdapálya, vagy egy új, nem tudom én, labdarúgó pálya, ezek hatalmas összegek. Meg a tervdokumentációk is, tehát hogy az tervdokumentációk biztonságos legyen, így azért próbáljuk ezt így megoldani. Zárásként egy körkérdés, mind a kettőjüknek ugyanaz a kérdés, vagy kettőtöknek. Hogyha becsukod a szemed, Zoltán, akkor helyi közösségi elnökként 2022-ben mi az az egy legfontosabb dolog, amit szeretnél elérni? Hogy megtörténjen Horgos területén. Tehát az idei legfontosabb terv, amit szeretnél, hogy megvalósuljon. Hát nem tudom, hogy ki lehet emelni egy valamit legfontosabbat. Sok égető terület közül. Igen, tehát a vízvezeték hálózat cseréje, valamint a játszótérnek a felújítása az nagyon fontos. Melyik játszótér? Ott a művelődési ház mögött? Már működő, igen. Ez néhány éve került felújításra, nem? Hát de azok a régi játékok, de folyamatosan történnek sérülések a játékokon. Próbáljuk javítani, de már cserére szorulnak. Nem baj, ez azt jelenti, hogy használva van, az azt jelenti, hogy van gyerek Horgoson, úgyhogy én ehhez sok sikert kívánok. És Nóri, te?
Én igazából, ha csak azt remélhetném, hogy ugyanolyan szerencsés évünk legyen, mint a 2021-es, akkor már igazából boldog lennék, de ezt nyilván csak növelni szeretnék. Tehát, hogy nem tudok kiemelni igazából semmi esemény sem, amit úgy még inkább szeretnék megvalósítani. Ha az eddigieket meg tudjuk tartani és bővíteni, akkor az már azt hiszem, hogy nagyon szép és gazdag évet jelenthet számunkra. Hanyadik születinapok lesznek? A 32. születinapok lesznek, így igaz. Sok sikert az egész évhez, sok sikert a helyi közösség működéséhez, bízunk benne, hogy alkalmunk lesz egy újabb beszélgetésre a pozitív megvalósulások kapcsán. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásomat. Köszönjük szépen. Kedves nézőinknek köszönöm szépen a figyelmet. A jövő héten ismét közéleti témával várjuk Önöket. Tartsanak velünk akkor is. Viszontlátásra. Nézőpont. Az InfoTV magazin műsora.